dicsőség Istentől. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adt önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek és a mi Atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 154-es számú éneket. A 154-es számú ének így kezdődik. Jöveló áldott Szentlélek. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mondta példázat által. Kimén a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esik az út félre, és eltapostatik, és az égi madarak megevik azt. És némely esik a kő sziklára, és mikor kikelt, elszárad, mert nem vala nedvessége. Némely esik a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták az. Némely pedig esik a jó földbe, és mikor kikelt, 100 annyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiált vala, akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai mondván, mi lehet-e példázat? Ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek. Egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez, a mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják. Aztán eljön az ördög, és kikapja az ígét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az ígét, de ezeknek nincs gyökerük. Akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, és a gazdagságától, és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. A kegyelem Isten tegye áldotta az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, mondjuk el együtt fennhangon bűnvaló imádságunkat. Úristen, örökké való és mindenható Atyán,
Íme egybe gyűltünk itt is a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk átárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyán, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek terülte. Vallást veszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 337-es számú ének első és második versét énekeljük. A 337-es számú ének így kezdődik: Menj véli felséges Isten! Menj véli felséges Isten, ott fenn,
a mennyeknek országában szüntelen dicsérnek, magasztalnak téged. Mennyei seregek, angyalok, üdvözült lelkek. Mi itt a Földön alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, vagy ünnepről ünnepre összegyűlünk, hogy mi is, ha nem olyan szépen, ha nem olyan zengő, ha nem olyan tökéletesen, de a magunk módján mégis dicsérjünk és magasztaljunk téged. Mert bár bűnöktől terhelten, gondok és bajok között, sokszor sok panasszal a szánkon, de azért mégis látjuk két kezednek, gondviselő szeretetednek munkáját, jelenlétét, meg annyi áldását, ajándékát életünkön. És tudjuk, hálával tartozunk, és tudjuk, minden perc tőled kapott ajándék. Hogy ne dicsérnénk, hogy ne magasztalnánk hát, s hogy ne vágynánk, hogy színed előtt legyünk, hogy átjárjon szent lelked bennünket itt ebben a közös répen. És hogy ne várnánk, hogy tanuljunk tőled, hogy halljuk az ígét, hogy jó talajra lejjen bennünk a mag. Kérünk hát, áld meg, szenteld meg most is együttlétünket, az ige hirdetését, hallgatását, befogadását, cselekvését. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Isten igének a hallgatására készüljünk a 337-es számú ének harmadik versében. Kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, és mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evé. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak.
és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondané ki, hol vagy? És monda, szavadat hallám a kertben, és megfélemlék, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezik. És monda ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy, avagy talán ettél a fáról, melyről tiltottalak, hogy arról ne egyél. És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtával, ő ada nékem arról a fáról, úgy ebéd. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ebéd. A kígyó ámított el engem, úgy ebéd. Bár napjainkban már nem tartjuk úgy a szokásokat, a hagyományokat, mint ahogy régen tartották, farsang idején vagyunk még, de ez nem látszik meg annyira. Mai embernek az időbeosztása már messze nem olyan, mint a régieké volt, amikor még a mezőgazdaság volt a fő foglalkozás, és az bizony meghatározta az éves beosztását az embernek. Azért még tudjuk, számon tartjuk, hogy húshagyunk keddig. Van előttünk néhány nap, de az egyház másképpen számol, már múlt vasárnaptól kezdve visszafele számolunk. Múlt vasárnap a 70. vasárnapja volt, ez a mai vasárnap a 60. vasárnapja. Tehát már megkezdtük a visszaszámlálást nagypéntekhez igazítva. És ez pedig azt jelenti, hogy az Anya Szent Egyház már lélekben a bőtfőre készül, és bizony nekünk is, ha még nem is a bűnbánattal, a teljes bűnbánattal, ha még nem is lelki megszomorodással, de már előre kell nézni. Már az ige a figyelmünket oda irányítja a kezdet kezdetére. Amikor az első emberpár találkozott, szembesült a csábítással, az ámítással, a bűnnel, amitől kezdve a mindenkori emberben ott van, jelen van a bűn. Ismerjük jól a történetet, és ezen a vasárnap délelőttön nem is a kígyóval, az asszonnyal, az emberrel kívánunk foglalkozni, hanem szeretnék rávilágítani arra, hogy mennyire más módszerrel dolgozik az Úristen, és mennyire más módszerrel dolgozik a mindenkori kísértő. És tesszük ezt azért, hogy mindenki saját magán bármikor megtapasztalhassa és leellenőrizhesse, hogy az a gondolat, az az érzés, az a szándék, az a kérdés, feltételezés, gyanakvás, ami megfogalmazódott benne, Istentől van, vagy pedig a kísértőtől van. Nem ördöngösség, és nem nehéz dolog. Egy nagyon kicsit kell csak belenézni, belekukkantani az ígébe, vagy a mögöttes tartalomba, és meg fogjuk érteni, és meg fogjuk látni, milyen könnyen kiderül, hogy milyen szándék vezérli az ember. Kezdjük a rosszabbik oldallal, hiszen ez a harmadik rész is azzal indul, hogy a kígyó megszólítja az asszony. És ebben a megszólításban ott van minden ravasság, amit csak feltételezni lehet. A szándék nyilvánvaló, fogást akar találni az embere. Egy olyan helyzetben, amit a mindenkor azóta élő ember ideális állapotnak gondol el. Hiszen a paradicsomban van az első emberpár. Azt mondjuk, hogy szinte minden tökéletes. Az Úristen megteremtette
ezt a világot, a világban megteremtette ezt a földet, mert ugye van ez a föld, és van az égi világ, és ezen a földön egy édenkertet helyezett el az Úristen, ahol minden feltétel adott volt ahhoz, hogy az ember tökéletes életet éljen. Volt azonban, mondjuk így, hogy két gyenge pontja ennek az édenkertnek. És egy pillanatra állunk meg, és azt mondom, hogy nem tudjuk. Ez titok maradt, és titok is marad az idők végezetéig, vagy a teljességig, hogy miért tette oda az Úristen azt a két fát az édenkertjébe. Nagyon sokan próbáltak már különféle választ adni rá, nincs igazi válasz, hogy mit keresett ott az a két fa. Ott volt. És ezt találta a kígyó arra, hogy az ember egy másik úton indítsa el, mint ahogyan indulnia kellett, vagy lehetett volna. Hogy ki a kígyó, arról megint lehet vitatkozni, kérdéseket feltenni, maradjunk abban, hogy ő a kísértő, a mindenkori kísértő. Ő az, aki fogást keres rajtunk, ő az, aki a rossz szándékot életre hívja bennünk, aki mindenféle gonosz indulat, rossz akarat mögött felfedezhető, megtalálható. De, már most elmondom, nem okolható. Ez a történet, legalábbis a felolvasott rész azzal végződik, azt mondja az asszony, a kígyó ámított el engem, és úgy ette. A felelősséget próbálja hárítani előbb a férfi a nőre, aztán a nő a kígyóra, de tudjuk, nem lehet, mert mind a hárman elveszik a maguk büntetését. Tehát nincs olyan, hogy a kígyón csattan az ostor, a többiek pedig feloldozást nyernek, mert hiszen a kígyó volt az ámító. Nincs a felelősség áthárítása. A mindenkori ember önmagáért tartozik felelősséggel. Mindannyian elsősorban önmagunkért felelünk, a saját tetteink, a saját gondolataink, a saját szavaink azok, amik másokat megbántanak, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, ezek a tettek, ezek a szavak, másodlagos kérdés. Mi tartozunk felelősséggel. És most arra próbálunk rávilágítani, hogy hogyan lehet észrevenni, megfogni az ártó szándékot. A kígyó, bár azóta minden ember, vagy majdnem minden ember számára egy visszataszító, vagy semmiképpen nem barátságos állat, vannak, akik a hüllők tanulmányozásával töltik az életüket, vannak, akik otthon akváriumban vagy terráriumban maguknak kígyót tartanak, elmegyünk az állatkertbe és megborzongunk, vagy megcsodáljuk a mérges kígyókat, vagy az óriás kígyókat. Nem kívánjuk, úgy gondolom, semmiképpen, hogy kígyók vegyenek körül bennünket. Nem tudom, hogy ez ide vezethető vissza, tehát egy ős borzongás fut végig rajtunk, mert egyszer és mindenkorra a bűnesetben megutálta az ember a kígyót, de az biztos, hogy ott az Éden kertjében sikerül a kígyónak az asszony közelébe férkőznie, és sikerül a bizalmát megnyerni. És az első fontos és figyelmeztető jel, hogy bár nem hangzik Isten tisztelete túl jól, de mégis ki kell mondanunk, hogy kell az emberben legyen egy egészséges gyanakvás. Akkor, amikor ilyen kanyaros kérdéssel jön valaki, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert fáiról ne mehettek. Ha egy pillanatig gondolkozik az ember, akkor tudja, hogy a kérdésben hazugság van. De hát önkéntelenül nem is gondolkodunk a kérdésen, hanem rögtön cáfolunk, de hogy is, hát nem erről van szó, itt egészen másról van szó. És már a porog, már a csali, ott van a halnak a szájában, és már menekülni nem tud. Mielőtt az asszony válaszolna a kérdésre, egy pillanatig kellett volna gondolkozzon,
nem volt, hogy gondolkozzon, mert nem volt példa előtte, hogy bárki az ember be akarta volna csapni, az Úristen semmiképpen nem akarta becsapni az ember, nem volt felkészülve erre. Mi, mai emberek, ugyancsak alaposan megtanulhattuk már, eleink is megtanulhatták már, hogy vigyázni kell az olyan kérdésekre, amikben hazugság van megfogalmazva. És ha most azt kérdezi valaki, hogy de hát hogy hangzik egy ilyen kérdés, tessék kinyitni bármelyik médiát, legyen az elektronikus, legyen az írott, garantálom, hogy minden második mondatban meg van fogalmazva egy-egy ilyen csapda. Amit az ember vagy elkerül, vagy nem kerül el. Az ártó szándék, a fogás keresés, a kijátszás jelen van az életünkben. És mi rendszerint el is esünk rajta, megbotlunk, bekapjuk a horgot, áldozatául leszünk, és rajtunk keresztül lesznek áldozatok mindazok, akik körülvesznek bennünket. Mert amikor a hazugság, amikor az ámítás, amikor a kísértés megjelenik az életünkben, az nem csak ránk van hatással, hanem hatással van a környezetünkre. Kihatással van mindenkire, aki körülöttünk van. Nem az asszony lesz egyedül áldozata annak a kísértésnek, mert ad a vele levő férjének, és az pont olyan nyugodtan eszik belőle, mint ahogy az asszony eszik abból a tiltott gyümölcsből. Nincs olyan, hogy én magamnak ártok, és a környezetemnek pedig nem ártok vele. Megint sorolhatunk példákat arra, hogy milyen káros szenvedélyek, vagy csak egyszerű megszokások vannak az ember életében, amire azt gondolja, vagy amiről azt gondolja, hogy hát legfeljebb magának árt vele, de semmiképpen másnak nem, és mindenkire szűkebb, tágabb környezetében kihatással van. Olyan ez, azt szokták mondani, mint amikor bejt az ember egy darab követ a vízbe, elindul egy hullám, és az végigfut az egész víztükrön. Nem csak a közvetlen környezetére, hanem az egész víztükörre kihatással van, így működik a társadalom is. Megjelenik tehát a kísértő, és megkeresi az embernek a gyenge pontját. Megkeresi még az ideális helyzetben is azt, ahol ártani tud. Ahol egy kérdéssel, egy kérdés feltevéssel már megtalálja az utat az ember szívéhez. És onnantól kezdve nagyon nehéz megmenekülni az embernek. Nagyon nehéz ebből a szorító fogásból kiszabadulni. Figyeljünk hát oda, hogy ki milyen kérdéssel közeledik hozzánk. Kinek hogy nyílunk meg? Kinek mit engedünk meg? De mielőtt azt gondolnánk, hogy innentől kezdve örökös gyanakvással kell élni. Hogy azt üzenni az ige nekünk, hogy soha többet senkinek nem szabad elhinni egy szavát sem, mert mindig ott van mögötte az ártó szándék, vagy mindig feltételeznünk kell legalábbis, hogy talán megjelenik a kísértés. Gondoljunk arra, hogy de hát van jó szándék is, nem csak ártó szándék van. A jó szándék jelenik meg akkor, amikor az Úristen szól az emberhez. Akkor, amikor már megtörtént a bűnbeesés. Akkor, amikor már nyilvánvaló Isten előtt, hogy mit tett az ember. Tehát ne gondoljuk azt, bár így írja le a történet, az emberi oldalról nézve írja le a bűnbeesés történetét, hogy tehát hűvös alkony, akkor az Úristen az Éden kertjében járt, és akkor megkérdezte az előre elrejtőzött embert, hogy hol vagy. Pontosan tudta az Úristen, hogy hol van az ember. Pontosan tudta, hogy azelőtt mi történt. De megadja a lehetőséget a javításra. Hogy helyrehozza az ember a dolgokat. És itt van az isteni oldal, a másik oldal. Az Úristen arra ad lehetőséget, hogy helyrehozzuk a dolgokat. A kísértő rontani igyekszik, az Úristen helyrehozni igyekszik.
Nincs olyan, hogy az Úristen ilyen kanyaros kérdéssel jöjjön felénk, hogy kísértésbe ejtsen, hogy próbára tegyen bennünket, hogy rossz választ hozzon ki belőlünk, és akkor utána lecsapjon ránk, hogy na, látod, bűnbe estél, és akkor most jól megbüntetlek. Emiatt az Úristen segítő szándékkal közeledik az emberhez. Azt kérdezi, hol vagy? És lehet itt azt a választ adni az embernek, hogy Uram, ezt és ezt követtem el, megijedtem, elrejtőztem. Tudjuk, nem ez történik. Még mindig ad az Úristen egy következő lehetőséget, hogy őszinte bűnvallást tegyen az ember, de halljuk az ígében, kezdődik az egymásra mutogatás. Nem én vagyok a hibás, az a másik volt helyette. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, ez mind a mai napig ugyanígy működik. Nem tudom hány ezer évvel ezelőtt volt, meg senki emberfia nincs, aki meg tudta volna határozni, de sok ezer esztendő telt el azóta, hogy ez a párbeszéd Isten és ember között elhangzott. És ugyanúgy történik most is. Megmosolyogjuk akkor, amikor a kicsi gyermek teljesen természetes, belülről jövő késztetéssel válaszolja, amikor megkérdezzük, hogy mit csináltál, nem én voltam. Nem tanítja senki, tessék erre odafigyelni, tehát nem tanítjuk neki, hogy a másikra kell kenni, belülről fakad. Ez mutatja azt, hogy valahonnan nagyon mélyről, nagyon messziről és sok év ezredes áthagyományozással kerül a mindenkori nemzedékbe, hogy ez az első válasz. Nem én voltam, belénk van örökződve. Ebből az állapotból kell, vagy kellene az embernek valahogy isteni segítséggel felül emelkedni, és valahogy eljutni oda, hogy őszintén álljunk oda Isten színe elé. És erre következik majd az elkövetkező időszak, a bűnbánati időszak, a nagybőti idő, amikor igei segítséggel, Szentlélek segítségével próbálunk ráhangolódni és rákészülni arra, hogy tényleg oda tudjunk állni Istenen, és tényleg teljes bűnbánattal valljuk meg, hogy bűnösök vagyunk. És ebből a bűnből, magunk erejéből kilábalni nem tudunk, de nem is kell. Mert van nekünk segítségünk. És ezért mondtam, hogy nem a gyanakvás, nem a félelem kell az emberben eluralkodjon, hogy ja Istenem, mi van, hogyha megnyílok, ha engedem a másik embert közel kerülni hozzá. Higgyük el, hogy az Úristen legalább annyit, de sokkal többet munkálkodik az életünkben, keres, megszólít bennünket, mint ahogy a kísértő teszi. Semmi másra nem kell nekünk figyelni, csak kérdezzük meg magunkban egy pillanat erejéig, pár másodperc erejéig, hogy jó szándék az, ami most érintett bennünket, ami kérdés, feltételezés bármi formájában közel került hozzánk. Amikor az a másik ember vár tőlünk valamit, jó szándékkal teszi, az én válaszom, az én cselekedetem következményei ennek a dolognak a jót szolgálják? Jóra fog vezetni? Ha igen, gondolhatjuk, hogy Istentől való. Ha bárhol valami rosszat találok, bántást, fájdalmat, bármi egyebet, akkor pedig feltételezhetem, hogy rossz a szándék. És akkor sem kell magamba zárkóznom, elutasítanom, hanem vissza lehet kérdezni. Amikor egy szomszéd, hadd mondjak egy nagyon gyakorlati példát, amikor jön a szomszéd és egy pletykát mond a másik szomszédról, hogy te hallottad, hogy mi történt azzal a másikkal, akkor kérdezzem meg, hogy te biztos vagy abban, hogy ez teljesen így történt. Biztos vagy abban, hogy ez a pletyka a te javadat, az én javamat, annak a másiknak a javát fogja szolgálni. Biztos vagy benne, hogy ezzel
a mennyben lakó én Istenemnek a nevét dicsérjük, hogy a jó szándék vezérel ezzel bennünket. Mert tulajdonképpen a végső kérdés ez, az én szavam, az én cselekedetem, feltételezésem, okoskodásom az én mennyben lakó jó Istenemet dicséri. Én kimerem bátran jelenteni, ha tiszta szívvel, meggyőződéssel ki tudjuk mondani minden alkalommal, hogy igen, Isten dicsérem és magasztalom, akkor az Isten dicséret és magasztalás. De ha bármi kétel megfogalmazódik bennünk, akkor ne habozzunk ellent mondani. Ne habozzunk nemet mondani. Mert lehet és kell a bűnre, a csábításra nemet mondani az embernek. És így lesz az valahogy, hogy azok a magvak, amik a példázat szerint szétszóratnak a világban, van amelyik olyan helyre esik, és semmi nem válik belőle, de ha az ember tudja, hogy minek hol van a helye, akkor lesz olyan maga mi életünkben is, ami jó helyre esik, és meghozza a maga jó gyümölcsét. Amen. Válaszoljunk az ígére a 337-es számú ének 4. versével, jöjjön el a te országod. A nem törődömség is legalább annyira közrejátszik, mint a másoknak a ravassága. Vagy a magunk kényelme, vagy éppen a bennünk lévő rosszra való hajlam, hiszen ugyanúgy jelen van a tagadás, a hárítás, mint ahogy megjelent rögtön a bűneset után már az első emberben. Amikor bármiféle rosszal szembesülünk, vagy csak rosszat hallunk is, akkor vagy azt gondoljuk, hogy nem csem, Uram Isten, nem eshetik ez meg velünk, vagy azt gondoljuk, hogy de hát a másik ember a sokkal inkább rászolgált bármiféle rosszra, vagy azt gondoljuk, hogy mindenképpen mások a hibásabbak, mint amilyen hibásak mi vagyunk, csak nagyon kevésszer állunk oda, őszintén, igazán megvallva bűneinket előtted, és kérve, hogy a te kegyelmed segítsen bennünket. Előttünk van a nagybőgynek az ideje, bár még néhány nap a vígasságé
sokak számára a nem törődési, azért enged durunk, hogy mi ne legyünk felelőtlenek. Ne legyünk olyanok, akik nem közösségben élünk, nem együtt akarunk megtenni mindent azért, hogy ezen az egész földön a te neved dicsértessék, magasztaltassék, de figyeljünk oda egymásra. És ha lehet, akkor ártó szándéknak, gondolatnak árnyéka se vetüljön ránk. De mindig kérdezzük meg magunktól, s ha kell, akkor kérdezzük meg egymástól is. Hogy amit gondolunk, amit mondunk, amit cselekszünk, a te dicsőségedet szolgálja. És ha így van, akkor tegyük meg jó szívvel, bármi legyen is az. Ha nem, akkor pedig tudjunk nemet mondani. Tudjunk elfordulni. Legyen bármilyen csábító, bármilyen kínálkozó, a pillanatban bármekkora gyönyört kínáló. Így segíts meg minket, Istenünk, hogy özvegyeknek, árváknak, egyedülvalóknak is legyünk támasza, betegeknek, szegényeknek, üldözötteknek vigasztalója. Háromszor szent neved dicsőségének hordozói. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, s kiki lélekben vigye könyörgését Isten színe elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem a gyülekezetet, hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy péntek délben emlékharang szólt néhai Hajdú Gyula halálának 12. évfordulóján özvegye és családja kegyeletes megemlékezéséül. Holnap délben ugyancsak emlékharang szól néhai Nyíri László halálának ugyancsak 12. évfordulóján özvegye és családja kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Hirdetem, hogy ma délután 6 órára várom az ifjúságot bibliórára, jövő héten csütörtökön 6 órára a nőszövetséget hívom és várom a bibliórára. Hirdetem, hogy jövő héten kedd reggel délelőttől kezdve végig látogatjuk Polgár István presbiter testvéremnek a körzetét. Adják majd tovább, hogy tudjanak róla, akik ott laknak, hogy a következő napokban meglátogatjuk őket. Jövő héten csütörtökön pedig itt az imateremben a kolozsvári magyar konzulátus tisztviselője regisztrálni fogja azokat, akik megkapták a magyar állampolgárságot, és szeretnének részt venni a magyarországi szavazáson. Kérem szépen elmondani mindenkinek, tudjon az egész faluról, nem tudtam a katolikus kollégával beszélni,
tehát jövő csütörtökön 3-tól 6-ig itt az imateremben lesz a kolozsvári konzulátusnak a tisztviselője, és egy regisztrációs lapot kell majd kitölteni ahhoz, hogy levélben lehessen szavazni a magyarországi választásokon. Tehát akinek már megvan a magyar állampolgárság, és a választáson részt óhajt venni, csütörtökön 3-tól 6-ig jöjjön, legyen itt, ezen a helyen. Azt hiszem, remélem elmondtam mindent. A 337-es számú ének 6. versét énekeljük, legyen meg a te akaratod. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra készülve a 95. Zsoltár első versét.
Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje maradjon mindnyájunkkal. Amen. Békesség Istenből.